Elkezdődtek az egyeztetések a Baka István általános iskola felújításával kapcsolatban. Mint korábban már beszámoltunk róla, az Éjjenszekszárd frakció azonnal a kivitelezés elvégzéséhez szükséges pontos és részletes ütemterv nélkül nekilátott volna a felújításnak a koronavírus járvány közepén, és ezzel az idejáró 600 diákot, szüleiket és nagyszüleiket is veszélyeztethették volna. A gyerekeket és a pedagógusaikat akkor ugyanis össze kellett volna zsúfolni az épület egyik részében, amíg a munkásokat többi termen dolgoznak. Emiatt nem lehetett volna betartani a védőtávolságot. Ács Rezső, a város polgármestere ezért azt kérte Olá Gábortól, a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkártól, hogy hosszabbítsák meg a projekt megvalósításának határidejét annak reményében, hogy ne kelljen elkezdeni a munkálatokat tanév közben. Ezt sikerült is elérnie, ezért a legutóbbi közgyűlésen megszavazták a kivitelezés megkezdését. Ács Rezső polgármester aláírta a szerződést, de kijelentette, hogy a kivitelezőnek kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a felújítás során ne sodorják veszélybe a gyerekek egészségét, és ne korlátozzák a tanrend menetét. Az első megbeszélés, mindenki elmondja, hogy mik az elvárások. Én is bemondtam az elején, és elmondtam, hogy mit szeretnék kérni. Én azt kértem, hogy a megoldás irányába kezdjünk el közösen gondolkodni. Én azt szeretném, hogyha a projekt 4 éves munkánk menne, én azt szeretném, hogyha a projekt megvalósulna, és ehhez mindenki a szakmai tudását tegye hozzá. A lehetőség szerint viszont az, hogy az egészségvédelme az mindenek előtt van, az teljesen természetes. A kivitelező, a megbízott műszaki ellenőr, az ANTS, a tankerület, a polgármester, a közgyűlési frakciók vezetői és az iskola vezetés is képviseltették magukat a megbeszélésen, hogy egyeztessék elvárásaikat és olyan megoldást találjanak, amellyel az egészség megőrzését is tudják biztosítani, de a munkát is el tudják kezdeni. A projekt megvalósítása, egészség megőrzése, a tanítás, kell kitalálnunk azt a megoldást, ez még nincs meg az első alkalommal, ami aztán hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a beruházást befejezzük. Minden héten szinte többször is le fog ülni ez a stáb, és ahogy éppen áll a kivitelezés, meg fogja beszélni, mi a következő lépés. A polgármester kihangsúlyozta, mindenkinek az a célja, hogy az iskola felújítása megtörténjen. Az a rend és rendszer, amit most a Baka István általános iskola felújítására dolgoznak ki, vélhetően megkönnyíti majd a DNS Valéria általános iskolában hamarosan elinduló hasonló projektet is.